Jó estét kívánok a rendelő 105. adásának nézőinek. A mai eseményünk, illetve a mai műsorunk nézőpontja alá az elmúlt héten zajló második alkalommal megrendezett esélyegyenlőségi nap kerül. Köszöntöm a stúdióban ennek a programnak a szakértőit és vezetőit, Semperger Katalint, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ványi Évát, a Lesznai Anna Gyógypedagógiai Intézmény vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Fazekas Zsuzsát, gyógypedagógust. Jó estét kívánok! A bevezetőmben már elhangzott, hogy egy nagyon komoly program után vagyunk túl. Most már második alkalommal rendezték meg a városban ezt az eseményt. Honnan jött a kezdeményezés, és mi volt ennek az egésznek a küldetése? 2015-ben Bódi Jolánnal, a Mozgáskorlátozott Egyesület elnökével találtuk ki ezt a rendezvényt. Esélyegyenlőségi napnak neveztük el, és olyan nagy sikert aratott ez a 2015 év végén megszervezésre kerülő rendezvény, hogy úgy gondoltuk, és a visszajelzések alapján is, hogy mindenképpen meg kell szerveznünk második alkalommal, és megpróbálunk hagyományt teremteni ebből a rendezvényből. Ez úgy látszik, hogy sikerült, hiszen most második alkalommal került megrendezésre, és több intézmény bevonásával és egyesület szervezet bevonásával jött ez létre. Kik segítettek ebben? Így van. Mi megnéztük azt, hogy 60 városában melyek azok a szervezetek, illetve intézmények, amelyek hasonló feladattal dolgoznak, mint mi. Így megkerestük az igazgatóját a 60-i Lesznai Iskola Módszertani Intézménynek, és ő nagy örömmel csatlakozott hozzánk, illetve a Hegymenet Klub elnökét, és ők is részesei lettek ennek a kezdeményezésnek. Ez 2015-ös évben ennek a négy szervezetnek a bevonásával történt, és a 2016-os évben csatlakozott hozzánk a Klik is, és így kibővültünk egy újabb szervezettel. Évike, a célja ennek a programnak mi volt? Hát mi szükségesnek tartottuk mindannyian, hogy a többségi társadalommal megismertessünk bizonyos tényeket. Ilyen tény az, hogy nem teheti meg a többségi társadalom, hogy ne foglalkozzon a fogyatékkal élőkkel. Illetve az is tény, hogy bármikor bárkiből fogyatékkal élő ember válhat. Van egy olyan mondás, hogy ne sajnálj, segíts, ennek az elvnek a gyakorlati használatát is szerettük volna, hogyha elültetjük a 60-i lakosokba, illetve azt is meg kellett, hogy értessük, vagy szeretnénk, hogyha eljutna a többségi társadalomba élőkhöz, hogy a fogyatékosság nem betegség, illetve azt a szempontot, hogy minden fogyatékkal élő embernek is lehet teljes az élete és tartalmas. Ennek a szempontnak az felel meg, hogy ezeken az alkalmakkor szerepelhetnek a fiatalok, sikerélményhez juthatnak és bemutatkozhatnak a többségi társadalomnak. Óriási intézményhálózatot ölel fel a Lesznai Anna Módszertani Intézmény, egészen onnan, hogy óvoda, és egészen a szakképzésig, tehát az egy hatalmas nagy apparátust is igényel, szakértelmet, szaktudást és rengeteg türelmet. Mit lehet tudni magáról az intézményről? Hát az intézmény több mint 40 éve működik, így van, 3 éves kortól 23 éves korig látunk el gyerekeket. Fogyatékossági típusokat tekintve minden fogyatékossági típus megtalálható nálunk. Szerencsések vagyunk, mert képzett szakemberek tudják ellátni a gyerekeket, bár azért szakember hiánnyal küzdünk. És hát próbáljuk a hétköznapokban is ugyanezeket az elveket érvényesíteni, amit egy-egy ilyen ünnepnapkor, mint az esélyegyenlőség napja. Mennyire partnerek a szülők? Hát szülője válogatja, vannak nagyon-nagyon partner szülők, vannak, akik részt vettek itt is az előkészítésbe, vannak, akik eljöttek megnézni a műsort, és hát vannak, akik kevésbé érdeklődőek. Velük is dolgunk van természetesen. Intézményvezető asszony elmondta, hogy nagyon sokoldalú programmal várták ide a második esélyegyenlőségi napra az érdeklődőket. Ön részese volt annak a
nagy feladatnak, hogy fölkészíthette ezeket a tanulókat. Elég széles repertoárban lehetett ott látni az életkorokat. Egy olyan vidám műsorra, ahol tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy fergeteges sikert arattak, úgyhogy ezúton is gratulálunk ehhez. Mennyire nehéz ilyen fogyatékkal élő emberekkel egyáltalán fölkészülni, toppon lenni, időt betartani, milyen munkát, hogyan fog egyáltalán ehhez egy gyógypedagógus? Hát először is nagyon örültünk magának a lehetőségnek, hogy megmutathatjuk tehetségünket, és nem, elsősorban nem az enyémre gondolok, hanem nyilvánvalóan a fiatalokére, a felnőttekére és a tanulóinkra, mert hogy ez három intézmény együtt, összesen 27 ember szerepelt ebben a produkcióban. Hát nagyon nagy kihívás is volt, nem csak azért, mert fogyatékkal élő emberekkel dolgozunk, hanem azért is, hogy az időt, az energiát, mindenkit összeegyeztessünk a próbák idejére is. Én úgy gondolom, hogy a próbáink nagyon-nagyon jó hangulatban zajlottak, nagyon vidámak voltak, a fiatalok, felnőttek és a gyerekek is nagyon kitartóak, szorgalmasak, nagyon motiváltak voltak, és ennek volt köszönhető ez a remek produkció, hogy tényleg beleadtak apait, anyait. A felkészítés én nem érzem nehéznek. Én nem gondolnám, hogy több odafigyelés, vagy türelem, vagy bármi ilyesmi kell, pusztán azt gondolom, hogy egy másik szemüveg egy kicsit, hogy ő ez az ember, ez a gyerek, ez a fiatal, ez a felnőtt, ő ilyen, ezt tudja, ő hozzá keressük meg a legmegfelelőbb lehetőséget, és akkor ki tud teljesedni. Úgy láttam, hogy egyáltalán nem feszélyezte őket az izgalom és a színpad, és hogy szerettek szerepelni, jól láttam? Abszolút, hát ezért mondom, hogy a tehetség az megmutatkozik mindenhol. És amikor közli velük például egy ilyen foglalkozáson, hogy egy ilyen fölkérést kapnak, legyen az bármilyen városi rendezvény, ahol azért megmutathatják a tudásukat, mert volt már erre, hál' Istennek, példa, akkor hogy fogadják a tanulók, a gyerekek? Hát nagyon örülnek. Tehát ez nem úgy működik, hogy kiválasztjuk feltétlen őket, hanem spontán, aki jelentkezik, aki szeretne szerepelni, nyilván az jól fog teljesíteni. Aki nem szeretne szerepelni, mert hogy ugyanúgy, mint köztünk, a fogyatékkal élők között is vannak visszahúzódók, vagy kevéssé szerepelni vágyó emberek, őket nyilván nem kérjük fel egy ilyen alkalommal. De nagyon-nagyon lelkesek voltak, sőt, ma az iskolában megkeresett egy kislány, hogy Zsuzsa néni, mikor lesz próba. És akkor mondtam, hogy hát már túl vagyunk a műsoron, úgyhogy most nem, majd itt a tanévzáróra készülünk. Akkor várják a következőt. Így van. Ez mindenképp öröm. Igazgatóasszony, voltak ennek a rendezvénynek kísérő programjai is. Milyen kísérő programok voltak? Igen, az érdeklődők szakmai előadásokat hallgathattak, illetve igyekeztünk kulturális programokkal színesíteni a rendezvényt. Így a láthatatlan kiállítást hívtuk el, ahol látássérültek mindennapjait próbálhatták ki, mindennapi élethelyzetben próbálhatták ki magukat az érdeklődők, illetve nagy örömmel tapasztaltuk azt, hogy megkerestek bennünket, hogy szeretnének csatlakozni a rendezvényünkhöz, így egy string és handbike bemutató is volt, zajlott kint a Nagy Endre rendezvénytermen kívül, illetve kerekesszékes bemutató, illetve kerekesszékeket is lehetett kipróbálni az érdeklődőknek. A nap eseményét pedig a Nem Adom Fel együttes koncertje zárta. Második alkalommal hívtuk meg őket, mert hogy visszajelzések alapján nagyon tetszett ez a fiataljainknak is, illetve a nézőközönségnek is, és úgy váltunk el, hogy bizony-bizony jövőre ugyanitt velük számítanak ránk, és szerintem mi is rájuk. Elhangzott, hogy a Klebersberg Intézmény fenntartó központ is segítette itt a 60-i kirendeltsége ezt a programot, egészen pontosan egy pályázat kiírásával. Mit lehet tudni erről a pályázatról? Így van, a pályázat kiírásával is, de egyéb támogatásával is. Hát egy olyan
pályázatot írtunk ki idén, amelyben megszólítottuk az általános iskolásokat és a középiskolásokat rajz kategóriába, fotó kategóriába és filmkészítő kategóriába kértük tőlük a pályaműveket fogyatékossággal kapcsolatos témakörben. Nagyon sok pályamű érkezett, és ezeknek az elbírálása, illetve a díjazása is ezen az eseményen történt meg, illetve egy kiállítás keretében mutattuk be ezeket a beérkezett pályaműveket. De a klikke mellett még természetesen minderkölcsileg, mint anyagilag támogatta ezt a rendezvényt. Említettük, hogy még készülnek programokra. Milyen programokat szokott általában a Lesznai Anna Mozartani Intézmény megünnepelni? Említettük itt a közelgő tanévzárót, de gondolom számos esemény az, ami ugyanúgy a pedagógiai program része. Hát igen, nagyon színes a programkínálatunk. Hát ha most a legközelebbi, az nyilvánvalóan a tanévzáró és a ballagás lesz. Általában ez ilyen kis énekes produkcióval van egybekötve. De a szokásos, hagyományos iskolai ünnepeken kívül megünnepeljük intézményünk névadójának születésnapját, és például lesz szoborátadási ünnepségünk, és ez majd az elkövetkezendő tanévben. Ennek az eseménynek a helyszín a Nagy Endre rendezvényterem volt, megfelelő volt a helyszín, megfelelő volt hál' Istennek az időjárás is, és a kísérő programoknak is megfelelt. A tavalyi rendezvényhez képest én azt gondolom, hogy sokkal többen voltunk, hiszen nagyon jó volt azt látni, hogy én elsősorban kaptam helyet, és amikor hátra pillantottam, teljesen tele volt a Nagy Endre rendezvényterem, sőt még igen sokan álltak a hátsó sorban is. És ezúton szeretném megköszönni azt, hogy az önkormányzat képviselőtestület támogatott bennünket a rendezvény megszervezésében, és én külön köszönöm polgármester úrnak a támogatását, hiszen polgármesteri keretből nagy mértékben hozzájárult az rendezvény sikerességéhez. 2017-ben is ezek szerint a hagyományteremtő szándék folytatódik, tehát lesz harmadik esélyegyenlőségi nap is, ez a távlati cél. Így van, hiszen hagyományt, mint ahogy előbb is említettük, már hagyományt szeretnénk teremteni, illetve hát ez nekünk feladatunk, hogy aki ezen a területen dolgozik, az épek társadalma felé egy üzenetet elvigyen, és nagyon jó volt az, hogy immáron az öt szervezet együtt nagyon jól tudott együtt dolgozni, együtt működni, és reméljük, hogy ez a kör bővülni fog, illetve az érdeklődők köre is egyre nagyobb tábort fog jelenteni. És az is kiderült, hogy a Lesznai Anna Mozartani Intézmény tanulói szívesen állnak rendelkezésre bármilyen kulturális esemény kapcsán. Így van, ezentúl is örömmel veszünk részt bármilyen városi rendezvényen, mind Lesznai Anna tanulói, és mind, én merem ezt nyilatkozni, hogy együtt a három intézmény összefogásában is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattak a stúdióba, és közelebb vittük azokat a nézőket is ehhez az esélyegyenlőségi naphoz, akik nem tudtak részt venni ezen az eseményen. Köszönöm, hogy bemutatták. A nem egyszerű munkájukhoz kívánok nagyon sok lelki erőt, nagyon sok egészséget, és önöknek pedig a nyári szünetben egy kis feltöltődést. Mi köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak ma is. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban várom önöket új műsorral. Viszontlátásra!